Ez itt az új műsorunk, a Gonosz Swift. A műsor lényege az az, hogy időre kell teljesíteni ezt a pályát, amit mi itt kiraktunk, de van benne egy trükk. Meg van fordítva a kormányzás. Viszont az általunk meghívott versenyzők ezt nem tudják. Itt a rajtnál úgy ülnek bele, hogy ez csak egy normális régi Swift. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot. Érdemes lesz. A Gonosz Swift következő vendége, Gabó, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Én nem azért hívtalak el, amért a többség gondolná, hogy elhívtalak téged, mert hogy egy ismert arc vagy, hanem mert hogy láttam egy videódat, ahogy autózol. Edélyék forgatták azt a Clutchworks-ös videót, igen, ahol igen, egy igen. E36-ot fűztél nagyon lelkesen. Igen, igen. Én ezt sosem gondoltam volna rólad, hogy te ilyen szinten képben vagy az autókezeléssel. Honnan jön ez? Gyerekként huligánkodtál, vagy elmentél valahol megtanulni, vagy mi volt ez? Need for Speed-be tanultam megvezetni, meg a GTA-ba. És aztán meglett az első kocsim, az hamarabb lett meg, mint a jogsim. Az egy 316-i kompakt volt, azt hengerfejesre vágtam meg, összetörtem egy két hét alatt. Úgyhogy ez így kezdődött nálam. Aztán meg mindig ilyen BMW-ket vásároltam fiatalkoromban. Driftelni is volt, hogy indultam amatőrbe. Nem mondod komolyan. Ja. És milyen eredményekkel? Hát nem estem ki elsőnek. Amúgy, de az csak az én autómon volt rendszerben. Én tényleg oda mentél utcáról, és jól érezted magad. Aha, ja. Meg hát így jártunk ki még régen a barátaimmal autózgatni össze-vissza. Sokszor nem törtem össze, meg nem volt egy nagyobb probléma. Voltak ezzel komolyabb terveid, vagy ez tényleg csak a szórakozás része volt? Hát szerettem volna autóversenyző lenni, de az nem jött össze. Keveseknek adatik meg. Swift-tel valamiféle élmény, előzmény, vagy neked ez a BMW-k révén kimaradt? Hát még nem vezettem Suzuki Swift-et, meg amúgy régen vezettem ilyen, most majdnem azt mondom, hogy versenyautó, mondjuk ez nem versenyautó, de rég vezettem úgy autót, hogy ki kellett nyomnom a szemét, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez még bennem van-e egyáltalán. Nézd, 1.6, big block, full extra, és a kézifék le van csavarozva, tehát nyugodtan lehet húzkodni. Aha. Már többen éltek ezzel a lehetőséggel. Kakas, nagyon halad, nagyon siet. Aha. Úgyhogy ha azt mondod, hogy vinnéd, akkor vigyed. Full gyári. Jó, csináljuk. Csináljuk. Kicsit ismerkedj meg az autóval. Innen indulunk. Hát, te soha már így szervunk. De van, csak ez ilyen gyengusz. Menet közben jön meg. Aha. Hallod? Tesó, átállítottátok a kurvára? Lelőtted a point idő mellett. Fordítva működik. Full az fordítva meg. Van. Hát én ez nem jártam. Ez a trükk a buliban. Akkor már megértem, hogy miért mentek itt ilyen másfél percet. Most akkor ezzel menjek körbe? Aha. Azaz. Egész jó. Jó, az elmegy, nyomjon. Ágézi. Úgy, balra. Tartsd jobb oldal, az szép volt az. Bocs, tesó, majd felállítom, jó? Nem probléma. Ezek 5 másodpercek lesznek majd. Próbáld meg itt egy kormányfogással, és sokkal egyszerűbb lesz. Azaz. Jó. Traktorgumit balról kerüljük. Úgy. Elfáradtam ebbe, bazd meg. Ez felér egy váredzésnek. És át a célvonalon. És ez volt egy kör. Ez volt egy kör, itt állj meg. Ki kell szállják pihenni. Össze kell rakni fejben, nem? Maradj, nem kell kiszállni. Ki kell szállják pihenni, mert annyira elfáradt a kezem,
Nem mondod. Amúgy nem vagy vele egyedül, profi autóversenyzők is mentek vele, és ugyanezt mondták, hogy nem lehet bírni. De mit gondolsz, fogsz menni rendes időt, hegyes időt? Hát remélem, hogy bemegyek úgy a középmezőny alá. Úgy az első harmadában mondjuk. Figyelj, ez első körnek, 1.29.03. Pedig ez egy igazából nem rossz. Nem rossz, és láttam, hogy... Nem láttátok egyébként a parkolás, mert ilyet még senki sem csinál. Hogy? Megérkezett mendőadból, ezt kézzel berakta, és csak rükkél. Nem mondod! Ja. Yeah. Nézd. Csak az a baj, hogy amikor pont így mennél, és így támaszkodnál rá a kormányra, a másik oldalra megy ez az autó. Ja, rémálom. Többen próbáltuk már, és senki sem tudja őszintén. De ezt hogy lehetett így megcsinálni? Hogy kötöttétek így be? Dani, ő a szerelő, meg ilyen műszaki háttérember úgy általában. Ezt hogy csináltad így meg? Egy fogaskerék áttétel van benne. És amúgy gyári szervó. Először szervó nélkül csináltuk meg, az vezethetetlen volt. Aha. Így sem könnyű. Ennyire szart, tudod, hogy nem jön vissza a kormány. Ja. Úgy marad, ahol ott hagyod, az úgy marad. Ja. Azért kell ennyit tekerni, zokon. Ja. Összesen egy 6 darab kíván számolt, ami is hirtelen egyébben. Második kör mehet főni. Persze. Álljunk be a rajtba. 3, 2, 1, rajt! Nem spórolt el, és elég hamar ráállt az agyad. Azaz, most érezted ezt itt meg. Jó lesz. Jó, ez még mindig. Egy gumi megvolt. Semmi, elmegy. Ez kurva jó volt. Húzd át! Az jó. Figyelj, az biztos, hogy a legjobb kézifékezések ideig nálad vannak. Vari, mennyi? 53-40, nem tudom hány hiba volt. Hát az még nem jó. Hátul volt, itt ott döntött hátul, nem, az király. Szerintem egy vagy kettő plafonon. Hány hiba volt, Dani? Kettő hiba. Várjál! Jó, a Pistit már megvertem, az jó, annak örülök. Ő kicsoda? Kis Norvi, kamionbajnok. Ja, de még őt is meg kell verjek. 53-40-nél vagy két hibával, az 1 perc 40. Ja, hát az... Milyen 1 perc 40? Két hiba, az 10 másodperc. Ja. 1 perc 04. 1 perc 04, bocs. Na. Akkor jó. Elnézést. Szóval, hogyha kihagyod a két hibát, akkor ott vagy Kis Norvi. Ja, jó, akkor Kis Norvit még megverjük, azt megyünk haza aludni. 3, 2, 1, rajt! Okay. Itt próbáld meg, hogy egyenletesen húzod, és akkor jobban érzed. Igazából nem is kell ide annyi kormánymozdulat. Azaz, szép. Jó, passza. Nem baj, ne engedd még ezt. Azaz. Jó. Ez passza. Megvan. Ez nem volt rossz. A hibán kívül. Mondjam? Aha. 49-58. A megfordulás itt a végén az... Ja, meg... csak elhibáztam, amúgy vágod. A slalom volt gyönyörű. Azt a bolyáért. Ja, az Eneos hordóhoz már nem tettem volna oda az ujjam. Nem. Ilyen 2 centire mentél el tőle az autó hátuljával. Az erősen szép volt. Itt is? Fél centit. Nagyon durva. Ja. Ez meg volt így, ez jó. Igen, az nem hiba. Ja. Hogy tetszett? Érdekes élmény volt így az egész.
kicsit fura, hogy így másik irányba megy, meg mindig azt beletenni a fejedbe, hogy nem arra kell, hanem arra, tudod. De azt néztem, hogy itt nagyon hamar eltaláltad. Meg itt is, hogy itt is nem kell annyira rángatni, hogy így át lehet menni úgy nagyjából egyszerűen amúgy, hogyha eltalálod. Dani, mondasz? Kettő hiba volt itt a végén. Kettő hiba. Hát, picsább. 59, bent vagy egy perc alatt. 59? Nagyon hiba. Hát. Külön díjat adnék mindenképpen a fordulásért, az zseniális. Az rohadtul megérdemel külön díjat. Minden alkalommal tökéletesen tulajdonképpen. Jót hátul? Majd mesélj a fordulásról, mesélj a fordulásról! Gyönyörű kézifékes kanyart beiktattál, szóval nem tökölti a tolatgatása, ez zseniális volt, és mind a háromszor pontosan, ez első osztályú. Rángattam másokat a kézifékeket, tesó. Látszik a rutin. Itt hátul nagyon szép volt mind a két alkalommal, amikor rávállaltál. Az ott mutatott. Járulj velem oda! Az az ötlet, hogy ezt a gépháztetőt valamilyen jótékony célra elárverezzük, hogyha vége van a sorozatnak. Úgyhogy kérlek, firkáld alá! Hát az enyém csak elvenni fog az árából, de azért találjuk. Na. Nagyon szépen köszönjük. Fogunk még téged autóval látni? Mármint, hogy valamilyen jelvezeti jelleggel? Én most tervezgetem azt, hogy befizetem magamat a szezonra a jövő évre. Na de hova? Street kategóriába. BMW-vel? Aha. Azért a BMW-s bekötés az erős, azt úgy érzem. Hát jók a BMW-k, a régi BMW-k jók, az újak már nem annyira. Uh-huh. A régi BMW-k azok jók. Meg arra, amire az ember használja őket, hogy kérdező menjen vele, arra teljesen jók. Van most ott van BMW, vagy az a Skoda, amivel érkeztél, az az autó? Most nincs BMW. Uh-huh. Most, és így van pénze az embernek, amikor nincs BMW. Ez meglepően váratlan életigazság. Igen. Gabó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Én köszönöm. Gratulálok az eredményhez, és remélem tetszett. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, jövő héten folytatjuk. Sziasztok! A Gonosz Swift következő adásában MH Vlog Tomi fog versenyezni.